Szevasztok, ez itt a heti Animék Extra, benne a Black Clover 26. epizódjával. Elég jó részen vagyunk túl, mert kaptunk fordulatokat, illetve a készítőknek ezúttal eléggé sikerült eltalálniuk a jó hangulatot. Közepes animációk ezúttal is voltak, viszont ez nem rontotta annyit az összképen. A hősiesség megvolt, és hát megismerhettük egy kicsit jobban Radesznek a társai. Míg a varázscsászárunk annyira menően viselkedett, hogy teljesen el tudta happolni a figyelmemet. A varázslatok hozták a formájukat, bár a cégé ezúttal nem maradt el, viszont a tűzefektet illetően mintha javulást fedezhettünk volna fel. Miután Radeszék nem igen tudták felhúzni a nyúlcipőt, és megjelentek a fehér köpenyes alakok, azt a eltökéten lódul neki az ellenségnek. Nagyon bizonyította a kitartását, és hogy nem fél. Az egész jellemét az jelképezte, hogy bátran megy széllel szemben, és ezért nagyon jól alakította a valódi shonen hőst. Az ellenség persze azonnal megtámadta Asztát, és itt különféle varázstámadásokat láthattunk. A készítőknek tehát tényleg dolgozniuk kellett, viszont a végeredmény sajnos így se tudta megugrani a közepes szint feletti. Így is elfogadhatóak lettek a színes effektek, és nagyon örültem neki, hogy nem nyúltak itt a cégéhez, de azért ennél jobb látványra lenne szükségük. A zöld támadás bizonyította ezt a legjobban, ami nekem megidézte egy kicsit a Bleach Ulquiorra-jának a szeróját. Ha összevetjük a két effektet, látványosan jobb a Bleach-es verzió, viszont így is tetszetős varázslás került a képernyőre. Azt a pörgése a kardjaival, ez szintén közepes jelenet volt, mert ez bizony sokkal jobban mutatott volna a folyékonyrajzos megoldással, viszont a jelenetnek így is megvolt a menősége. Leopold haragja a bátya miatt felpaprikázta a hangulatot, nagyon vártam, hogy törjön ki és álljon be a harcolók közé, és hát nem is akármilyen módon tette ezt. Még a tűzefekt is jobb lett érte, és eléggé kemény technikákba formálta meg a lángot. Ugyan nem voltak Fuego Leon tűzoroszlánynak a szintjén a látottak, mégis hasonló élmény volt látni az öccse fogásait. Az Asztával való összedolgozás is eléggé bejött. Noel védő burokja a szokásos megoldással történt. Ezúttal is érdekes volt a burok körül úszkáló CGI látványosság, ám itt azt kellett néznünk, hogy a hősnő közbe mert lépni. Szerintem tovább is eljutottak volna a hőseink, de az a helyzet, hogy az ellenség túl egyedi varázslatokat használ. Azonban pont a megfelelő pillanatban érkezett meg a jó oldal erősítése is, és azok tértek vissza, akiket nemrég elküldtek jó messzire. Noel bátyjának a higany varázslata eléggé jól sikerült lett mozgásban és megjelenítésben is. Úgy tudtak ilyen hamar visszajönni, hogy összegyűrték a varázslataikat valahogy, amivel egy utazóféle kreálmányt csináltak. De hogy mivel röptették meg, az nekem nem volt teljesen megválaszolva. Lehet, hogy úgy csinálták, mint Tao Pai Pai a DB-ből, hogy eldobta az oszlopját, amire ráugorva szállt, mint egy repülő? Radeszék úgy érzik, hogy hátrányba kerültek, ezért menekülőre akarják fogni a megjelent erős mágus lovagok miatt. A szemüveges hölgyünk lett a legrafináltabb, mert egy fura lényecskét idézett meg, aminek aztán volt haszna. A lénynek a kinézete ilyen ragacsos, szirupos lett, ami eléggé illik a szemüveges hölgyünkhöz. A helyzet hevében szegény Asztát elrabolják, és milyen jól kinéző, amőbe-szerű varázslattal tették mindezt. Ennek köszönhetően betekintést nyerhettük a társaság búvóhelyére. És ahogy egymáshoz viszonyultak, az otthonos terep miatt az alkacukis hatás még jobban megerősödött. Radesz olyan volt nekem, mintha Deidarát láttam volna, hisz a robbantós ninjánk szokott ilyen vakmerő lenni. Nagyon érdekes volt, hogy Asztának ilyen jó volt abban a varázslatban lennie, hogy még kimocsízett is, de már gyűltek a feje felett az esőfelhők. A zombis fickó szerint ki kellett volna őt nyírniuk, és a szemüveges hölgyünkön múlott, hogy nem kellett temetést szervezni a hősünknek. Persze ő sem szeretetből akarta megmenteni Asztát, én már el is képzeltem egy szobát, ahol csak egy ágy van, és ez a nőszemély mindig eljött volna Asztáért. Csak hogy nem kellett aggódnunk, mivel a varázscsászár megoldott mindent. A feltűnésére egyáltalán nem számítottam, mondjuk azt, hogy kivonta magát a város védelméből eléggé nagy csibészségre utalt tőle. Mi van, ha a varázscsászár igazából gonosz szereplő, és valami világuralomra törő terven töri a fejét? Minden esetre az ereje kellően éreztetve volt, és mikor csak úgy elpusztította az egyik tagot, szóhoz sem jutotta. A kék ereje igényességgel valósult meg, és az állaga tényleg egy lézerkart féle fényre hasonlít.
Azt ellenben furcsáltam, hogy kékkel támadott, mikor az első jelenetében, amikor feltűnt, akkor őt is a sárga jellemezte. Nem úszhattuk meg a közepes animációt, mikor az ellenség rátámadott, hiszen ismételgették a varázslatokat, de a hangeffektet kipótolták a hátrán. A varázscsászár mozgásokon felcsendülő hang például kifejezetten jó volt. Egy bolygószerű varázslattal fogságba ejtette a főváros támadóit, azt pedig egy óriási támula megmentőjé. Az epizód végén pedig váratlanul megjelent egy újabb idegen, vajon gonosz lesz, vagy esetleg jó fiú? A következő részben a helyzet megoldódni látszik. A fogságba esett ellenségek börtönbe kerülnek, vagy esetleg az újabb idegen kimentette őket. Noel családja ismét játékidőhöz jut, és talán elismerik végre Noel-t. Ki ne adjátok az újabb epizódot! Ez volt a Heavy Animék Extra, benne a Black Clover 26. epizódjával. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellosztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel!